Idén tavasszal, egészen pontosan április 29-én 10 órakor kirepültek a madarak a Békési megyeszékhelyen, vagyis elindult az Air Roller szolgáltatás Békés Csabán. A rajt előtt a bört helyi csapata még egy utolsó nagyszabású nyílt napra várta az érdeklődőket a Szent István téren, ahol bárki díjmentesen kipróbálhatta a két kereküveket. Vendégünk Für Henrik, a Börd regionális menedzsere, köszöntelek stúdiónkban. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hírefemnek a hallgatóit. Mi volt a Bird megjelenésének előzménye Békés Csabán? Hogyan kezdődött ez a történet? Gyakorlatilag a Bird Rollerek előkészítését már megkezdtük a tavalyi év vége felé. Már akkor szeretük volna, hogyha bekerülhet ez itt Békés város körforgásába, és elkezdhetik az emberek használni a közösségi rollereket és az elektromos közlekedési eszközöket. Gyakorlatilag tavaszra került így előkészítésre és mindenféle engedélyezési folyamat befejezésre, és így április 29 volt a kezdőnapja a Bird Roller szolgáltatásának. Mennyi munka előzte meg azt, hogy elindulhasson ez a szolgáltatás itt Békés Csabán? Hát sok-sok munka, ugye itt kezdve a tervezési folyamatoktól, Bördről előjáróban, vagy picit így van elhelyezve ezt az egészet. Gyakorlatilag a, mondhatni a Európa minden pontján megtalálhatóak ezek a rollerek. Ugyanazt a szolgáltatást hoztuk Magyarországra, mint egyébként bárhol, máshol, akár Rómában járunk, Milánóban járunk, vagy Párizsban kirándulunk. És Magyarországon megtalálható volt már egyébként Budapest szinte minden kerületében, Dunaújvárosban, és Zalaegerszeggel együtt indult a Békés Csobai Város. Itt előkészítésnél fontos azt elmondani, hogy a mindenféle engedélyeztetési folyamatokon túl a parkolópontokat ki kellett jelölnünk, ezt egyébként a várossal egy ilyen közös kollaborációban, hogy ez olyan helyeken legyen, ami felkapott, frekventált, és, és minden ember számára kényelmesen elérhető, és tényleg olyan csomópontokba tervezzük ezeket, ami által a, a város közlekedésébe dinamikát tudunk hozni. Ezt megterveztük, ezeket ki kellett ö, alakítani, ezeknek a felfestéséről ö, gondoskodnunk kellett. És gyakorlatilag, ö, miután megvolt minden egy ö, nagyon ö, hosszas és ö, komoly edukációs ö, sorozat, volt itt az indulásnak a, az előzménye. Szarvas Péter polgármester úr kérése volt, hogy a lakosságot mindenképp körültekintően tájékoztassuk, és minden-minden apróságot már előre mutassunk be, amit a roller használattal felmerülhet, vagy azzal kapcsolatban kérdés lehet, és erre mi szerveztünk egy ilyen edukációs sorozatot, Békés Csaba középiskoláit, gimnáziumait, kollégiumait végigjártuk, lakosságnak tartottunk Békés Csaba főterén, Csaba Gyöngye Kulturális Központ előtt ilyen alkalmakat, és ezen edukációs Napokon lehetőség volt a, a kipróbálásra, a, az információ szerzésre, és minek után megvolt minden, így április 29-én hivatalosan is elindulhatott a teljes flotta. Ugye három hónapos próba jelleggel indult a 100 rollerből álló szolgáltatás, Békés Csabán, mik az eddigi tapasztalatok? Nagyon-nagyon pozitív, és ö, ugye érkeznek folyamatosan a kérdések már ott ö, az elejétől kezdve. Nyilván a, fontos elmondani, hogy az emberekben ö, volt egyfajta nagy kérdőjel, egyfajta ö, félelem, hogyha ezt így idézőjelbe tehetem. Talán ezt a korábbi nagyvárosi fővárosunk tapasztalatai indikálták, ahol ugye eldobott, széthagyott rollerek, gyalogos közlekedést akadályozó eszközök lettek ezek, és akkor picit így a társadalomban ezek ilyen fekete bárányként mutatkoztak. Nagyon fontos volt nálunk a tervezéskor, hogy minden-minden ilyesminek elejét vegyük, és abszolút semmiféle támadási felület ne lehessen a későbbiekben. És most azt mondhatom, Csabi, hogy ennek 110%-ban megfeleltünk, és, és abszolút pozitívak a, a visszajelzések. Ilyen folyamatos párbeszéd útján vagyunk egyébként a lakossággal, és, és egy ilyen közös. Tényleg közös a cél. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenkinek a roller egy olyan közlekedési alternatíva legyen, ami a hétköznapjaiba beilleszthető, és mindenki szeresse a bőrdöket használni. Diák önkormányzattal szinte napi szinten képviselőkkel tárgyalunk, és pontosítunk és egyeztetünk, és mindenhonnan a pozitív visszajelzések jönnek. Mi több beszámolhatok arról, hogy szerencsére semmiféle olyan baleseti esetről, olyan ö, problémáról, olyan ö, közterületi szervek ö, felé érkező bejelentésről nem tudunk, nem kaptunk hírt. Ö, nem kapott a Békéscsaba megyei jogú városa negatív visszajelzést, tehát hogy... Ö, Mondhatom azt, egy szivacsként fogadott minket a lakosság, és egyből felszívta ezt a, ezt a rolleres témát. Ez egyébként nagyon pozitívan látszódik a kihasználtságunkban is, illetve a felhasználási adatokban, és tényleg hálásak vagyunk a lakosságnak, és, és igyekszünk ezt a folyamatos fejlődésünkkel meghálálni, hogy nagyon szépen körültekintően használják az eszközeinket. Hány parkolópont lett kialakítva a városban, és hogyan határoztátok meg, hogy hol legyenek ezek a parkolópontok? Ahogy említettem is, nagyon fontos volt az elejétől kezdve ezeknek a megtervezése. Ugye onnan indultunk, hogyha valaki beérkezik Békés Csabára mondjuk egy tömegközlekedési eszközzel, és ö, arról leszáll, és mondjuk folytatja az úti célját, nem biztos, hogy mindig úgy van helyi buszközlekedés, biztos, hogy a busz arra megy, ö, amerre neki a következő úti célja lenne, így rögtön kezdtük ott, hogy a, a tömegközlekedési csomópontoknál figyeltünk arra, hogy érintsük. Azért Békés Csabának a, a diáksága ö, nagyon nagy fejlődésben van, és ö, a város ö, modernizációját ugye a, a fiatalság adja, hogy mindenképp legyen a, a közoktatási intézményeknél. Tehát a diákokkal is egy, egy nagy ö, ö, spektrumot tudjunk fedni. 70 pont került egyébként kialakításra. Mondhatom azt, hogy ennek egyik vége gyakorlatilag Békés Csobára beérkezve az Árkánum Hotelnél és a Jaminai város részre tehető, a másik vége pedig a Lencsési út és a, Lencsési lakóparknak a környéke, és itt egyébként a Csaba Park körtesor felőli bejárat a másik vége gyakorlatilag a szolgáltatási zónának. Fontos, és azt azért kiszoktuk emelni, hogy a belvárosra Igyekeztünk fókuszálni és úgy elhelyezni a parkolópontokat, hogy tényleg ezek a pár száz méteres, egy-két kilométeres rövidebb utakra fedhetők legyünk, és, és mindenki eljusson A-ból B-be rollerrel de nagy örömmel látjuk a, a hétvégék során, hogy ez már átment egyfajta ilyen élményrollerezésbe is, és gyakorlatilag másfél-kettő órás utakról ö, számolhatunk be, és ö, nem ritka a, a felhasználónkénti 20 kilométeres megtett távolság, aminek mi nagyon örülünk, és ugye azért, hogy mindig... Ö, Jól szolgáltassunk és elégedett felhasználókat generáljunk. Mi szoktuk elemezni így az egyes időszakoknak, kiemelt időszakoknak a tapasztalatait, és ebben is azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy, egy, családi fagyizásnál, egy, egy csabapark, élménypark, alandpark látogatásnál, egy városnézésnél, ugye most már azért beköszöntött a nyár és a jó idő, és ezáltal még nagyobb felhasználás bejöttek Békés Csaba városába is a turisták, ők is azért helyet kapnak, és tényleg azt látjuk, hogy minden pontot meg tudnak közelíteni, de fontos az is, hogy ha odaértek valahova, akkor ott ők ezt gondosan parkoltatják. Az alkalmazás egyébként ad erre mindenféle instrukciót, tehát felhívja a felhasználó figyelmét, hogy lehetőleg kapubejáróban ne lógjunk be, járdára ne lógjunk ki, gyalogosok, biciklisek közlekedését ne akadályozzuk, és ezt Mindhez meg is felelnek a, a felhasználók, vagy törekednek a, a gondos parkolásra, leparkoltatják, ö, megnézik az éppen aktuális attrakciót, ahova ők tartottak, majd a útjukat folytatják a, a bőrdel tovább. Ö, szerintem a, a 70 parkolópon most egyébként kiválóan fedi ö, Békés Csabának a, a roller mozgását. Későbbiekben nem titkolt ő cél egyébként ezt még tovább. Ö, bővíteni, illetve szeretnénk a működési területet is úgy kiterjeszteni, hogy ami Békés csoba vonzás kapcsolódik, de már inkább agglomerációban található, ezek a városrészek és, és külterületek is megközelíthetőek legyenek, biztonságosan ez nagyon fontos. Egy feltöltött birdnek mennyi a hatótávolsága? Ez ugye több mindentől függ, akár időjárási körülmények, akár ugye a felhasználónak a súlyától is, vagy, vagy tényleg a terepviszonyoktól. Elmondhatjuk, hogy 25 kötője 30 kilométert mennek a, az egyes rollerek. Mi mindig gondoskodunk arról, hogy ezek lehetőség szerint 100% feltöltött állapotban legyenek a nap 24 órájában, és így mindenkinek megadjuk a lehetőséget a, a hosszabb utakhoz is. Az elektromos rollereket egy innovatív, zöld közlekedési eszközként jellemzik. Ez pontosan mit jelent? Én úgy kezdtem április 29-én, mikor indultunk, és Szarvas Péter polgármester úrral elindításra került ez az egész Békéscsaba főterén. Én úgy fogalmaztam, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy Békéscsaba is felkerült a mikromobilitási térképre. Azért most már azt kell, hogy mondjam, hogy a világ minden pontján valamiféle zöld közlekedés elérhető. Ugye fővárosunkban Budapesten kezdődött ez az egész a közösségi kerékpárokkal, és ezeknek a, a különböző szolgáltatói megjelenésével, majd Budapesten is öt kötője, hat roller szolgáltató egyből bevette a fővárost, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a... A vidéki városoknak is a modernizációja és a lendülete megmaradjon, ezek elengedhetetlen közlekedési eszközök. Minden nagyváros azért körülöttünk is azt látjuk, hogy Szeged is felkarolta ezt a kérdést, és amilyen hamar csak lehetett, elkezdtek roller szolgáltatóval együtt dolgozni, közösségi roller biztosítani, és nagyon örülök, hogy Békés Csaba is megragadta ezt a lehetőséget, és a, lakosságnak ezt elérhetővé tette. Fontos, hogy ezek csendes közlekedési eszközök, száz százalékban elektromos, zöld közlekedés, nincsen semmiféle károsanyag, co kibocsátás. Ezeknek egyébként a, a mozgatásánál és a, a feltöltésénél is ö, biztosítjuk azt, és gondoskodunk arról, hogy minél kisebb ö, lábnyomot hagyjunk ezek után, és, ö, és minél inkább minden ö, szegmense ennek a, a zöld közlekedést ö, karolja fel. Sokan még nincsenek tisztában a bördök használatának szabályaival. Mit kell tudnia annak, aki használni szeretné a rollereket? Nyilván ezt az indulás előtt az edukációs ö, sorozatok alkalmával is ö, próbáltuk minél körültekintőben átadni, de ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy mindig vannak újabbnál újabb felhasználók, vagy akár olyanok, akik nem értesültek azon alkalmakkor. Fontos, hogy. Ö, itt mindig is a hatályos kressz szabályait tartjuk be, és figyeljük folyamatosan egyébként az országos sajtót és az országos szabályzókat, mert minden roller szolgáltatóra és egyébként a privát roller használókra is ezek érvényesek. Kihangsúlyoznám még azt, és talán a, a bőrdő mellett szól, és, és mellettünk priorizálható az, hogy nálunk a sebesség például központilag szabályozva van. Tehát Békis csobán azon frekventált, járdaszakaszokon, kerékpáros utakon, útvonalakon, ahol nagy áteresztő képesség van, és nagy forgalomból tapasztalható már az indulásunk előtt is, ott figyeltünk arra, hogy a rollerek sebessége le legyen szabályozva. Egész Békés Csabán jegyző úr, Ö, szabályozásával 20 km per óra a rollereknek a megengedett sebessége. Ez önmagában ö, úgy gondolom, hogy egy piros pont, mert azért a, a különböző privát rollereknél ez eltérő lehet, és, és itt azért egységes szabályzó még ezzel kapcsolatban nem igazán van, vagy ennek betartása az egy külön ö, kérdőjel és ezen 20 km per óráról akár vannak olyan kiemelt szakaszok, hogy 8 km per órával lehet csak haladni a rollerrel. Mi ezt el is mondtuk a, az edukációk alkalmával, hogy felesleges ilyenkor a gáz tovább nyomni, és, és abban bízni, hogy a rollerek gyorsabbak lesznek, mert nem. Tehát, hogy központilag gyakorlatilag az egész közösségi roller egy alkalmazáson alapul, és egy, egy mobiltelefonos app segítségével működik. Ez ugye folyamatosan a nap 24 órájában kommunikál ö, különböző IT technológiákkal és központilag szabályozzuk, tehát itt a felhasználónak erre nincsen ráhatása, és talán ö, ez is amellett szól, hogy egész eddig, és ö, én hiszem azt, hogy ezután is a biztonságos roller használatot tapasztalhattuk meg, és, ö, és ö, ezt is tanítjuk. Figyelünk arra tényleg, hogy mindenki körültekintően használja, már amikor az alkalmazást letöltik a felhasználók, akkor egy ilyen bizonyos guideline alapján ők elfogadják a felhasználási feltételeket, illetve megismerik a, a biztonságos roller használatot lépésről lépésre. Ugye itt bemutatja nekik az alkalmazás, hogy nem állunk ketten egy rolleren, és, és közösen új rollerezünk, vagy kettő rollert kibérlünk és ezen túl pedig ő, tényleg gyalogosokra vigyázunk, ő, ahol csak lehet kerékpár úton ő, közlekedünk, ő, gyalog átkelő helyen ő, a kerékpárhoz hasonlóan áttoljuk, tehát nagyon fontos, hogy nem áthaladunk, és ő, nagyon jó látni egyébként én is, ő, Békis Csobán közlekedve akár amtóból ugye mindig félszemmel a, a bőrdöket nézem, és a saját rollereinket figyelem, hogy ezt valóban be is tartják az emberek, tehát, hogy nem ő, szágoldozunk gyalogos között, nem ő, keltünk félelmet egyes amtósokba azzal, hogy hogy most jaj, megállunk, jaj, tovább haladunk, stb. stb. Minden roller egyébként ugyanazon kötelező kiegészítőket tartalmazza, mint a kerékpárok a, a hétköznapi forgalomban, hétköznapi közlekedésben, és amit a Kressz előír, tehát ugyanúgy első hátsó fény visszaverő, csengő, első hátsó fék, stb. stb. és gondoskodunk arról, hogy ezek meg legyenek, és a rollerek üzembiztonsága mindig száz százalék legyen. Te mikor rolleresztél először? Én nagyon érdekes, mert Magyarországon viszonylag keveset, ugye hozzám legközelebb Szegeden volt legelőször elérhető, amikor a fővárosban voltam, akkor azért egyszer-egyszer sor került erre, de például érdekes, mert Mielőtt a, a Börd Magyarországgal kapcsolatba ö, kerültem, pont ö, egy héttel előtte ö, tértem haza Rimini-ből egy ilyen nyári-nyaralás alkalmával, és ö, az akkori párommal rollereztünk ott ö, a nap 24 órájában. Nagyon szerettük azt, ö, volt minden rolleren egy mobiltartó, és ö, gyakorlatilag felcsíptettük oda a telefont, és étteremről étteremre, meg, meg strandról strandra lehetett ott a, a tengermentjén, a tengerparton rollerezni, ez már akkor nagyon megtetszett, és, és utána tényleg heteken belül sor került itt a, a Békés Csabai egyeztetésekre. Azt látom egyébként, hogy korosztály nélkül, korhatár megkötés nélkül kicsik is, nagyok is használják. Felhívja egyébként az alkalmazás is a figyelmet a, a minimum életkorról, ugye itt azt mondjuk, hogy amikortól bankkártyája lehet a felhasználónak, és az egész alkalmazásba be tud regisztrálni, és a, a szabályokat el tudja fogadni törvényesen, onnantól lehet felhasználunk, és onnantól kezdheti meg a, a rollerek használatát, de tényleg messze nem csak a fiatal korosztályt ö, képviseljük, és a fiatalok között van ez jelen, hanem azt látjuk is tényleg egy-egy szép ö, napos hétvégén, hogy akár ö, teljes családok elmennek, és négy-öt rollerrel ö, fagyiznak, kicsik is, nagyok is, szülők is, nagyszülők is, tehát úgy gondolom, hogy a a biztonságos roller ehhez adott, a Kressz ismeretek, úgy gondolom, hogy már a kerékpáros mi voltjuk miatt is a felhasználóknak adott, és innentől kezdve ebből tényleg egy, egy élmény lehet és egy zöld közlekedési forma. lehet -e tudni, hogy hány éves a legidősebb felhasználó itt Békés Csabán? Erre nincsen pontosan adatunk, tehát itt a demográfiai részét azért ennyire nem szoktuk, inkább csak tényleg amit látunk itt félszemmel a városban közlekedve, és egy-egy városi eseményen, amikor megjelentünk, akkor jöttek lelkesek, és mesélték, hogy ők is felhasználók. Egyébként rögtön ott az indulásnál már... Azt kell mondjam, hogy akár a, a 60-70-es korosztályban is volt ö, olyan, aki aki velünk együtt indult, és a, a kirepült a fészekből, és az első egy-két kört megtette. Úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy ö, korosztály megkötés nélkül, még hogyha legidősebbre nincs is adatunk jelenleg. Mi lesz az elektromos roller jövője itt Békés Csabán? Milyen távlati célokat fogalmaztatok meg? Én ö, hiszem azt, hogy... Ö, hogy itt vagyunk és jelen vagyunk, és úgy, ahogy eddig a 110%-ra koncentráltunk, úgy kiemelt figyelmet fordítunk erre a projektre a, a jövőben is. Ahogy mondtam, abszolút pozitívak a visszajelzések. Nagyon, nagyon kedves a lakosság hozzáállása ehhez az egész kérdéshez, és úgy gondolom, hogy nagyon lojálisak az egész szolgáltatást, illetően. Ugye ez nagyon sok összetevős és nagyon kicsikből épül össze, tehát gyakorlatilag hiába próbálunk a tökéletesre törekedni, hogyha mondjuk az emberek nem megfelelően parkoltatnák a, a rollereket, és, és lennének széthagyott olyan eszközök, amik ugye a városképünkben nem illenek, esetlegesen ő, csúnyítják azt, nem találkoztunk ezzel, tehát tényleg minden-minden pozitív, ö, ebből adódóan Békés Csaba város közgyűlésével ugye folyamatosan egyeztetve ö, teljesen azt az információt kapjuk vissza, hogy igen, szeretnénk és, ö, és mehet tovább a bört, amiért mi tényleg végtelenül ö, hálásak vagyunk, és ugye nem titkolt ö, célunk az egyébként, hogy itt a déli régióban, akár ö, újabb városokban is ö, Helyet kapjunk, és és újabb városokban is segíthessük a, a közlekedési alternatívákat. Hogyan zajlik a bördök szervizelése a mindennapokban? Volt például olyan, hogy valamelyik elromlott? Ugye nyilván ekkora igénybevételnél, egy mezei biciklinél is már mutatkozik szervizigény. Fontos, hogy a közösségi rollerek. Úgy vannak összeépítve és úgy vannak megalkotva egyébként a Békéscsobán futó flotta is, csak érdekességképpen előttünk Hamburgban és, és Frankfurti piacokon üzemelt, és, és ott voltak ezek az eszközök menetben. Ekkora igénybevételnél, amikor azért tényleg beszélünk napi szinten 20 kilométerekről és, és felhasználók széles köréről, előfordulnak igen szervizigények, ezt egyébként folyamatosan monitorozzuk. A felhasználónak is lehetősége van, és elmondtuk a, az edukációs alkalmakkor is, illetve a világhálón van fent egy oktató videónk is többek között a beo.hu videós platformján is, és az oktató videóban is bemutatjuk azt, hogy amikor a rollerbérlés használatát megkezdi, akkor mindenképp ellenőrizze a műszaki állapotot. Hogyha bármi olyat lát, ami szokatlan, tehát egy fék mondjuk nem úgy fog, ahogy kellene, egy csengő nem üzemel, akkor inkább helyezze vissza ezt a rollert, és kezdje meg a bérlést egy másik eszközzel. És ilyenkor az alkalmazásban van lehetősége nekünk egyfajta feedbacket adni, és egyfajta visszajelzést arról, hogy ez a sorszámú rollernél tapasztalt ő x és y hibát, és ö, így már rögtön célirányosan ezt a, ezt a rollert tudjuk kivenni ö, adott esetben a flottából, a lehető legrövidebb időn belül lesz szervizelni, és újra üzen üzembe helyezni, tehát hogy erről is gondoskodunk. Most, hogy letelt a három hónapos próbaidőszak, mi lesz a következő lépés? A három hónapos próbaidőszak ö, automatikusan meghosszabbodik, hogyha ezek a tapasztalatok és ezek a pozitív visszajelzések csak sokasodnak és, ö, és semmiféle ellentétes vélemény nem érkezik. A próbaidőszak után ö, nekünk célunk az, hogy Békés Csaba ö, Vállalkozásaival, felkapott helyeivel további partnerségeket ő, alakítsunk ki. Száz darabos rollerflottával vagyunk jelen egyébként a városban, erre szól most a közterületfoglalásunk. Ezt is szeretnénk még a továbbiakban bővíteni, és tényleg azt látjuk már most a három hónapos időszak alatt is ami ugye ö, vizsgálható több ö, szempontból, mert ebben volt ugye iskolai időszak, ö, gyakorlatilag most már a nyári szünideit tölti minden gyerkőcés, és azt látjuk, hogy így az esti órák még aktívabbak, és és akár ö, hajnal egykor is ö, mennek, és, és rólják a köröket, aminek mi nagyon örülünk. Hogyha ez a próbaidőszak lejárt, akkor szeretnénk akár a rollerflottát, akár a parkolópontok számát növelni, és a parkolópontoknál olyan, ö, egyes vállalkozásokkal most heteken belül például elindulhat Békés Csobán egy hotellel az együttműködés, ahol a vendégeiknek biztosíthatjuk ugye a flottát közvetlen közelségből a, a szobából kilépve, és ehhez az egészhez adva egyfajta térképet bejárhatják a várost, felfedezhetik ugye a Munkácsi negyednek a különböző attrakcióit, stb. stb. És ezen dolgozunk tényleg, hogy ez ez elérhető legyen, és még több ember számára a rollerezést biztosítani tudjuk, de itt akár sorolhatnék olyan gasztronómiai pontokat, a városban olyan rendezvényhelyszíneket, különböző sok ember által látogatott, felkapott pontokat, ahol szeretnénk olyan kollaborációkat kötni, ami mindenkinek win-win helyzetet eredményezhet. Mekkora az a stáb, aki a bőrdök működtetésével és szervizelésével foglalkozik? Kollégáimmal dolgozunk ezen. Ez fontos, hogy nem igényel azért a nap 24 órájában munkát. Nyilván az alkalmazásban ezt egyébként monitorozzuk, mind helyi szinten, mind ugye a bőrnek a Magyarországi Központja Budapesten, és hogyha bárhol látunk, parkolópontoknál esetleg olyan plusz rollert, ami már mondjuk lehet, hogy nem úgy fér el, akkor célirányosan ezt megnézzük, és esetleg átszállítjuk másik pontra. A töltéséről gondoskodunk akár egy nap többször is, illetve hogyha szervizigény felmerül, akkor ezeket ellátjuk. Az eltelt három hónapos próba időszak alatt találkoztatok-e extrém esetekkel? Voltak-e ilyenek? Nem, abszolút nem, abszolút nem. Tehát ö, extrém pozitív esetek, igen, amikor ö, akár most itt a mögöttünk lévő múzeumok éjszakája, utáni ö, statisztikákat néztük, és ugye benne van a, az országban mindenhol ezt egyébként ilyenkor tartják, és benne van az esemény nevében, hogy ez egy éjszaka ö, zajló esemény sorozat, és amikor látjuk, hogy még hajna 3kor is ö, jöttek be bérlési adatok, akkor, akkor ö, nagy nagy vigyorgások közepette néztük. Ö, mindenféle ilyen extrém eset egyébként a, a pozitivitása ennek a dolognak. Ö, nem volt ö, negatív tapasztalat, ahol felmerült bármiféle ö, lakossági kérdés, vagy észrevétel ezt, ezt azonnal ö, lereagáltuk itt a különböző online csoportokra folyamatosan figyeltünk, és hogyha bármi ö, komment megjelent, akkor erre rögtön ö, reflektáltunk, és úgy gondolom, hogy pont ö, ez a lényege annak, hogy gyakorlatilag a rollereknek mindig van gazdája, idézőjelben ezt a, ezt a szót, és mindig egy olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, ami százalékban a, a város képviseli és a, a város képbe illő. Három hónapja jelen vagyunk a Vármegye székhelyen, így úgy gondolom, hogy nagyon pozitívak a tapasztalatok, nagyon jók a felhasználási adatok és nagyon jók az embereknek a visszajelzései. Nagyon várjuk egyébként a folytatást, és, és ezt a pozitív sorozatot tovább folytatva. Szeretnénk tovább növelni a rollerflottánkat, szeretnénk, hogyha további parkolópontok lennének elérhetőek a városban. Szeretnénk későbbiekben kiterjeszteni a szolgáltatási területet, békés csaba agglomerációját. Érintve és, és a külső kieső kerületekben is szolgáltatni, és emellett pedig olyan partnerségeket kialakítani, ami tényleg azt eredményezheti, hogy mindenkihez eljuthat a roller, és mindenki megtapasztalhatja a rollerezés élményét.